Marian második gyermekét várja, a hatodik hónapban van. Első kisfia Zsombor 2 éves múlt. Az édesanyja azt mondja, ő minden kötelező vizsgálaton részt vett. Minden kötelező vizsgálat fontos. Az elején voltam nyilván vérvételen, ultrahangon, ezt többször meg kell ismételni. Szerencsére egy terhes gondozási protokollt minden kórház ad, vagy az orvosok adnak, és azt szerint nagyon könnyen végig lehet követni. Mindig van egy teljes vérkép és vizelet az első trimeszterben. Ezen belül 2 fertőző betegségre is szoktunk szűrni, még mindig a szifiliszre, illetve a hepatitiszre. A várandóság első harmadában meghatározzák a kismama pontos vércsoportját is, illetve nem maradhat el a belgyógyászati vizsgálat sem, és ilyenkor tanácsos felkeresni a fogorvost is. Valamint nagyon fontos az ultrahangszűrő vizsgálat. A 10-12. Héten van egy úgynevezett nyakiredő szűrés, egy ultrahangvizsgálat megint. A nyakiredő az nem csak a DAN-nak a szűrése, több egyébnek más, hanem ezt bizonyos kromoszoma rendellenességet, tehát a magzat állapotát vizsgálják újra. A második harmadban, ami a 13. hét után kezdődik, szintén van egy vérvétel és vizeletvizsgálat. Itt a vérvételnél az a különlegesség, hogy egy úgynevezett terheléses vércukorvizsgálatot végeznek. A várandóság alatti cukorbetegséget tudjunk kiszűrni. Abszolút nem kellemetlenek, tehát meg mindenki tudja azt, hogy ez a saját és a gyereke érdekel, hogy időben kiderüljenek a dolgok. Például egy terhességi cukorbetegség nem csak az anyára kockázatos, hanem a babára is. Tehát nyilván lehet, hogy nem szeretjük lenyelni ezt a nagyon édes cukros lötyöt, de ez kell, tehát ezt kibírja mindenki. A kötelező vizsgálatoknál a második harmadban történt egy változás is. Volt régen az úgynevezett AFP szűrés, ez a betöltött 16. héten volt egy vérvétel, ezt elhagyták ezt a vizsgálatot teljesen, a világban egyébként nagyon régóta nem végezték. Miért? Hát azért, mert ez a vizsgálat, az AFP, az nagyon bizonytalan értéket ad. Ennél már sokkal jobb vizsgálatok vannak. Helyette mi van? Helyette az ultrahang, mert az ultrahang, ideig is már csak úgy értékeltük, hogy az ultrahanggal együtt. Ez az úgynevezett genetikai szűrős ultrahang vizsgálat. A harmadik trimeszterben, ami a szülés időpontjáig tart, főként a magzat mozgását, a méh tevékenységnek a változását kísérik figyelemmel. Hát a 34. hét környékén csinálunk egy vérvételt, egy vizeletet és egy ultrahang vizsgálata, ahol már inkább a magzatnak a nagysága, elhelyezkedése a legfontosabb ebbe az ultrahangba, illetve amit az utolsó 4 hétben pedig a magzati szívhangnak az ellenőrzése történik, az úgynevezett CTG-vel. Szűrővizsgálatok nagy része úgynevezett prevenció jellegű. Nagyon szeretnénk, hogy egészséges édesanyák, egészséges újszülötteket szüljenek meg. Én amak egészséges vagyok, tehát nekem nincsen problémám. És az előző babánál sem volt? Semmi, abszolút semmi. Úgyhogy ez egy teljesen jó, ideális terhesség. A témát pedig a stúdióban folytatjuk, itt van velünk dr. Gasztonyi Zoltán szülésznőgyógyász, Hattyár Helga és a 16 hónapos Lola. Szia Lola! Örülünk, hogy itt vagy, egy picit még rossz kedvű, de szerintem hamarosan meg fog nyugodni ettől a nagyon aranyos kis plüss állatseregtől, akik itt körülveszik őt. No, hát beszéljünk ugye erről a nagyon fontos dologról, ami ugye a várandós édesanyák életében van, mégpedig ugye a kötelező vizsgálatok. Elhangzott itt az összeállításban egy terhes gondozási protokoll. Ez a nagyon szép hivatalos meghatározás, de valóban én is emlékszem a várandóságaim alatt, bizony az ember azért meg is tud ijedni egy-egy vizsgálattól, vagy vizsgálati eredménytől. Szóval mik azok a kötelező vizsgálatok, amelyeket mindenképpen el kell végezni a várandóság alatt? Igen, nemrég egy szemléletváltás következett be itt a terhes gondozásban, és a korábbi gyakorlat az volt, hogy a terhesség vége felé kellett egyre gyakrabban jönni vizsgálatokra. Most a szemlélet, a megelőzést azt hangsúlyozza sokkal inkább, mint a korábbi protokoll, és a legtöbb vizsgálatot azt a terhesség első harmadára időzítjük. Próbálunk minél előbb kiszűrni minden olyan problémát, ami járhat a gyereknek, illetve az édesanyjának. Ennek megfelelően végezzük a vizsgálatokat is. Az első trimeszteri szűrővizsgálatok közül ugye a laborvizsgálatok azok alapvetően korábban is nagyon fontosak voltak. Ami újdonság van, hogy a
A danszülési protokollt kiegészítjük most már egy olyan szűrővizsgálati rendszerrel, ami sok minden egyéb más rendellenességet is szűr. Ez részben ultrahangos, részben pedig biokémiai szűrőt jelent. Géza, ti mennyire választottatok ajánlott szűréseket? Tehát amelyek nem kötelező volt. Hát a szülő, amikor egy ilyen helyzetbe kerül, akkor mindig az ajánlás alapján megy. Mi is mentünk, mindenhol ajánlottak. Bennünket nem bántuk meg. Ugye ilyenkor mindig az a lényeg, hogy mindig gyorsabban kerülünk birtokába annak az információnak, amire elmentünk oda. Ez nagyon fontos, ezért a szülők általában áldoznak is egy kis pénzt, hogyha ezt megtehetik. Mi is ezt tettük egyébként. És borzasztó fontos az, hogy kerül az információ birtokába, mert egy szárazabb, fásultabb telefonbeszélgetés esetleg nagy kétségbeesésbe tudja zavarni a szülőket. Ez velük is megtörtént. Bizonyos életkor fölött vannak plusz kötelező vizsgálatok, mondjuk 35 vagy 40 év fölött gyermeket vállaló édesanyáknál? Igen, a szűrővizsgálatok azok összetettek. Tehát nagyon fontosak az anamnesztikus adatok, a kórelőzmény. Nagyon fontos ismerni a családi kórelőzményt, az egyéni kórelőzményt, korábbi betegségeket. Nagyon fontos tudni, hogy mik azok a betegségek, amik elég gyakran fordulnak elő a népességben. Ezek irányában szűrni érdemes, ilyenek ugye pajzsmirigy betegségek, D-vitamin hiány, különböző szénhidrát anyagcsere betegségek. Ezeket érdemes még a gyermekvállalás előtt, a családtervezés előtt elvégezni. Ja, van ez a bizonyos AFP vizsgálat, amivel engem is halálra ijesztettek. Ugye ez elvileg a Down-szindrómát volt hivatott kiszűrni, ugye a 16. héten végzik el ezt a vérvizsgálatot. Kellőképpen meg tudják az embert ijeszteni, ha ugye nem pont akkor veszik le a vért, akkor bizony nem biztos, hogy egy jó adat jön ki. Én nagyon megijedtem akkor, mert nem volt túl jó az eredmény. Ezt, ha jól tudom, már eltörölték ezt a vizsgálatot. Igen, nagyon fontos megemlíteni azt, hogy egy kicsit el van túlozva ez a Down-kor szűrés. A rendellenességnek ők egy töredékét jelenti a Down-kor, egy nagyon elenyésző töredékét. Persze fontos szűrni. Tehát rengeteg egyéb, ugye a rendellenesség kb. 5-6%-ban fordulnak elő, ebből olyan 2,5-3% a súlyos, és a másik fele a kevésbé súlyos rendellenesség. Csak egy töredék a Down-kor. Tehát komplexen kell figyelni a terhes gondozás során a terhességet, a várandóst és a megszületendő gyermek egészségét. A Down-szűrés az csak egy kicsi része ennek az egész szűrővizsgálatnak. Az AFP vizsgálat az ennek egy része volt, amit egyébként a nyitott gerinc szűrésére fejlesztettek ki legelőször, és csak később integrálták a Down-kor szűréséhez. Hát úgy látom, hogy ti Lolával a konyha felé vettétek az irányt, amit tökéletesen meg tudok érteni, mert olyan jó illatok vannak, de egy kicsit gyere közelebb, mert úgy látom, hogy Lola már jól lakott. Te hogyan élted meg ezeket a szűrővizsgálatokat? Mennyire érezted fontosnak, hogy mondjuk az ajánlottabb vizsgálat, tehát a nem kötelező, de ajánlott vizsgálatokat is elvégeztest? Hát fontosnak tartottam, és nálam szükséges is volt, mert hosszú ideig nem estem teherbe, és ezért plusz vizsgálatokra is szükség volt. És ki is derült, hogy egyrészt, hogy van pajzsmirigy betegségem, és hogy olyan autoimmun állapotom van, ami a terhesség alatt a magzatot is, és engem is veszélyeztethet. Tehát ezek a vizsgálatok mindenféleképpen hasznosak voltak, és ennek a folyamánya az volt, hogy várandóság alatt is nagyon sok vizsgálatot kellett végezni, sok kontrollt, de tehát ez nem megterhelő igazából. Tehát ezek gyorsan mennek, ezek a vizsgálatok, nem kell sokat várni az eredményre, és megnyugtatóak. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen megéri a javasolt plusz vizsgálatokat is elvégezni. Nyilván az orvosok ugye nem véletlenül mondják, hogyha egy ilyen vizsgálat szükséges, te ilyen izgulós apuka voltál? Igen. Jobban én minden vizsgálatra elkísértem a feleségemet, mindenhova mentem vele. Nagyon együtt éltük át ezt az időszakot. Sőt, volt egy könyv, ami az áldott állapot minden napjára elmagyarázta, hogy mi történik éppen az anyukában, mi történik a magzattal, és nálunk a reggeli kávé alatt ezt mindig felolvastuk. Tehát én nagyon igyekeztem pontosan nyomon követni az állapotokat. Úgyhogy egy kicsit én is részese voltam ennek az élménynek. Egy-egy olyan probléma, ami mondjuk jelentkezik terhesség alatt, például mondjuk a terhességi cukor vagy magas vérnyomás, az később visszaállhat, hogyha ugye megszületett a gyermek, de nem biztos, tehát jelezhet valamit már előre esetleg, hogy mondjuk hajlama van az édesanyának ilyen betegségre, mert ugye ilyet is olvastam én. Tehát nagyon fontos külön választani, ez is a szemlélet, az új terhesgondolási szemléletnek a része. Magas kockázatú terhességeket az alacsony kockázatútól. Ki az, akikkel többet kell foglalkozni a várandóság alatt, akiknél minden normális,
ez tulajdonképpen egy élettani állapot, ez a várandóság. Túl sokat nem kell vizsgálódni a várandóság alatt. Néhány vizsgálatot meg kell csinálni, de lényegesen kevesebbet, mint akiknek magasabb rizikójú a tereső. Ugye mitől magasabb rizikójú? Az egyik magasabb rizikó az éppen lehet a szénhidrát anyagcsere a zavara. Ez általában egyéni hajlamon múlik, persze környezeti ártalom is lehet, és életmód is közele játszik ebben. Az tény, hogy a várandóság alatt kialakuló cukorbetegség, az hajlamos itt a későbbi szénhidrát anyagcsere zavarra, a valódi cukorbetegség kifejlődésére. Egy biztos, nagyon fontos a védőnővel és a nőgyógyásszal való folyamatos kapcsolattartás a várandóság alatt.